Hétfő délelőtt hivatalosan is megérkezett az értesítés a csantavéri orvosi rendelőbe. Az ápolónők azonnal kiragasztották a bejárati ajtóra az új munkarendet. Pünköst hétfőtől ismét van éjszakai ügyelet a csantavéri egészségházban. A szabadkai mentőszolgálat dolgozói hétköznaponként este 8 órától, másnap reggel 7 óráig ügyelnek, még hétvégén szombat délután 2-től hétfő reggel 7 óráig tartanak ügyeletet. Örömmel fogadták a hírt a csantavériek és környékbeliek. Az nagyon jó kell is, hogy legyen az, az fontosan itt. Miért? Hát meg baleset, vagy akármiköde. Mert némkor nem volt, csak akkor szólt, akkor nem volt még mit, és akkor népek lázadtak. Határtalan nagy az öröm a faluba, hiszen ennek a falunak nagyon kell éjszakai ügyelet, mert ugyanis ide tartozik Dusanovo, Visnyavác, Zsednik, és az képtelenség, hogy a sürgős esetekben, mire Szabadkáról kiér a mentő, addigra lehet, hogy késő van. A rendkívüli állapot idején teljesen megváltozott a városi és külvárosi egészségházak munkarendje. Most lépésről lépésre állítják vissza a szabadkai egészségházak orvosi rendelőinek megszokott munkamódszerét. Egy-egy teljes mentős csapat ügyel, tehát orvossal, mentőápolóval és sofőrrel. Mi se zahvaljujemo meštanima, građanima sela Čantavir, što su imali strpljenja i razumevanja i dočekali da se ponovo uspostavi redovan režim rada. Da napomenem samo da radi pedijatrija svaki dan u ambulanti, tako da imaju i to. Az éjszakai és a hétvégi ügyelet visszaállításáért a VMS szakpolitikusai küzdöttek és sikerként értékelik, hogy a csantavéri és környékbeli emberek mostantól ismét élhetnek alapvető emberi jogukkal, azaz zavartalan betegellátásban részesülhetnek. Azt jelenti, hogy nem kell megvárni a 20-25 percet, amennyibe telik, hogy a Szabadkáról beérkezzen a mentő a helyszínre, hanem ott helyszínen mindjárt az első segédbe tudják nyújtani, és el tudják megfelelően látni a beteget. Ezzel megint azt bizonyítottuk, hogy nekünk nem az a fontos, hogy ki milyen nyelven beszél és ki hová tartozik, hanem mindenkinek egyformán jár az a jog, hogy 24 órás egészségügyi ellátása legyen. Az éjszakai és a hétvégi orvosi ügyelet mostantól tehát Csantavéren és környékén készen áll a lakosok ellátására.